Sziasztok, sziasztok! Remélem Gál Balázs, és itt az Elgátótól egy Stream Deck került a kezembe, ami egy kis gamereknek tartozik, amit meg tudunk venni majd olyan 50 ezer forintért kb., hogy könnyebben tudjunk majd minden napokban, hogyha játszunk Twitch-re, Twitter-re, meg sok más felületen majd kirakni tartalmakat, meg persze könnyebben tudjunk dolgozni, és akár különleges beállításokkal, ahogy mindjárt bemutatom nektek, egy kis külső billentyűzettel igazából lehet ezt legjobban elnevezni, amin 15 gomb van, aminek mindegyiknek van egy képernyője mögötte, és ezeket be tud külön állítani funkciókkal, meg képekkel. Tehát a dobozban nincs túl sok minden, csak persze a készlik önmaga és egy kis rövid leírás, de a legtöbbet úgyis online találtok majd meg róla, tehát itt találjátok meg majd a boltokban, vagy hogyha megrendítek online például az Emagon vagy a Extreme Digitálon, akkor ott lesz. Hogyha berúgtátok a számítógépekbe, akkor az lesz az első, hogy le kell tölteni a weboldalról egy 70 megabajtos kis programot, hogy el tudjuk kezdeni ezt a kis Stream Deck-et konfigurálni, ami egy, látjátok, nem túl nagy készlék, és nem csak ennyi lesz benne a dobozban, amit egy relatíve hosszú USB kábelre majd ráadunk a számítógépre, hanem egy ilyen kis állvány is, ahol be tudjuk majd állítani, hogy hogy álljon majd a képernyőnk vagy a billentyűzetünk mellett, hogy kényelmesen tudjuk majd nyomni a gombokat. Tehát van ilyen több állás lehetőség laposabb felületen is, és persze magasabbra is, akkor ide tudnánk majd állítani a képernyőnk mellé, hogy kényelmesen tudjunk majd elérni és dolgozni. Most persze inkább a kezemben tartom, hogy lássátok jobban, hogy milyen gyorsan és jól reagál arra, hogyha most konfiguráljuk. Első konfigurációnál majd már rajta lesz egy csomó gomb, itt mindjárt, hogyha kinyitjuk az app-et, akkor látjátok, hogy itt az alsó sor például meg nem változtattam eddig, de különben eléggé könnyen lehet majd sok gamereknek fontos funkciókat itt beállítani, mint például a Game Capture-nél lehet bár is elkezdeni a streamet, screenshotot lehet csinálni gyorsan, hogy majd később azt fel tudjuk használni, persze itt el tudjuk kezdeni azt, hogy már a felvételt is egy gombnyomással itt nem kell majd az egérrel jobbra-balra járkálni, de persze van sok lehetőség például Twitterre is kirakni, akár itt lent van egy gomb hozzá, most jelenleg ez van beállítva, hogyha ezt megnyomnám, akkor a Twitter accountomra kiír egy bizonyos szöveget, ami 12 óránként csak ugyanaz a szöveg lehet, úgyhogy talán több ilyen gombot is kéne csinálni, és nem csak 15 gombra vagyunk limitálva, hanem, hogy látjátok, egy kicsit vannak itt mappák is, tehát hogyha rámegyek egy mappára, amit én itt ráraktam erre a készlékre, akkor látjátok, hogy még további oldalakban persze tudunk további funkciókat is rárakni, és most, hogyha még egyszer egy mappába belemegyek, akkor akár itt is, hogyha benne vagyok, persze nem 15-öt, hanem csak 14 ikont tudok belehúzni. Például itt a jobb oldalt látjuk, hogy most az OBS stúdióból akarok valamit kiválasztani, ide csak belehúzom, és akkor itt persze mindent ki lehet tölteni, és akár az ikont is megváltoztatni. Erre mindjárt pontosabban rázoomolunk, hogy jobban lássátok. Így. Mivel én nem vagyok annyira nagy gamer, így akár más funkciókra is tudom használni, mint például látjátok, csináltam magam egy Photoshop mappát, és akkor ide, hogyha belemegyek, akár hotkey-ket is, hogyha itt végigmegyek a listának a végén, látjátok, hogy vannak system funkciók is. Weboldalt lehet kinyitni, hotkey switchet lehet beállítani, hotkey-ket, akár applikációkat ki is lehet nyitni, tehát egy gombnyomásra ki tudom nyitni a Word-ömet, a PowerPoint-omat, még ilyeneket, vagy még a zenének a hangerőjét is tudom változtatni, vagy a következő, vagy az utolsó dalra is át tudok ugrani itt ezzel a Stream Deck-kel. És hogy persze nem mindig csak ugyanaz ikon legyen, ki lehet választani új ikonokat, fel tudunk tölteni ikonokat, és hogyha azt mondom, hogy egy új ikont akarok én készíteni, akkor nem kell photoshopolnom tudni, vagy hasonló, még semmi programot letölteni, hanem kinyílik egy weboldal az Elgátónál, és akkor ki tudok választani egy ikont, amit itt fent ebbe a részbe bele tudok tölteni, meg tudom változtatni a háttérképet, szöveget tudok aláírni, és így tovább. Nagyon egyszerű az egész, utána letöltjük, és megint feltöltjük az applikációba, és akkor egy ilyen vicces kis ikont lehet itt létrehozni, mint itt ez a kis emoji, ami most éppen Twitterre van nekem kiválasztva, hogy ott majd küldjön egy kis szöveget, és meg lehet változtatni a szöveget is, hogy mi legyen persze alatta, de nem csak alá lehet írni, hanem lehet a szöveget változtatni, hogy felül legyen, középen legyen, és látjátok, hogy real time itt meg is változik amúgy a Stream Deck-en ugyanaz, amit ott látok a háttérben. Itt látjátok, nyomom éppen azt, hogy melyik részére rakja a képernyőnek a szöveget, és egyszerre a számítógép képernyőjén, és persze ez a külső képernyőn is megváltozik. És azt tetszik a legjobban, hogy nagyon gyorsan reagál, fémből van az egésznek a teteje, és a műanyag kis gombok nagyon jó tapintással rendelkeznek, és tényleg valószínűleg könnyen takaríthatóak is, és tényleg nagyon szép gyorsan, ahogy látjátok, történnek itt a reakciók, és hogy például weboldalakat is ki tudnék nyitni, meg sok más funkcióra is ki lehet majd találni az egésznek a
hasznosítását, plusz, hogyha bemegyünk a beállításokba, még a képernyőknek a világosságát is be tudjuk állítani, tehát a fényerő nagyon mélyre is lehet venni, hogyha egy sötét szobában dolgoznak, és nem akarjuk, hogy zavarjanak a gombok a háttérben, de még így nagyon nagy napsütésben is itt ebben a teremben szép jól lehet őket látni. Több Twitter accountot is lehet hozzáadni a beállításokban, és ami még fontos talán, hogy tudok akár a haveromtól, vagy valakitől, ahol láttam ilyet, és ő már nagyon jól beállította, az ikonokat még mindent is importálni és exportálni, ilyen teljes layoutokat, úgyhogy nem kell mindegyik például olyan applikációban, ami nincs feltétlenül benne, és nem használnék, vagy többet akarom használni, mert más csinált hozzá ilyen layoutokat, akkor akár egy community-ban le is lehet tölteni egy fórumból, vagy máshonnan így majd a gombokat. Tehát ez volt az első benyomás a Elgato Stream Deckről, ami jelenleg már kapható is, kb. 49.200 forintért. Legközelebb én nevem Gábor Lázs, és sziasztok!